Ez jó lesz. Ez egy intelligens, edukált pasi. Szóval ez már jónak tűnik. Úgyhogy elkezdtünk így elmenni mindenhová. De hát nagyon gyorsan nekem volt utána Olaszországban újra munkám, de már rögtön mondta, hogy nagyon szeretné, hogyha összeköltöznénk, és nem mászkálnék jobbra-balra. Első komoly brandin? Igen. Uh-huh. Azt mondtad, hogy jó? Mondtam neki, hogy figyelj, nem adnám fel azért ezt a munkát, meg nem akarok senkivel úgy összeköltözni, hogy ne csináljak utána semmit. Mondtam neki, hogy ez így rendben van, hogy én dolgozzak közben, akkor kipróbálhatjuk. És akkor oda mentél, és megmutatta hatalmas kastélyt? Nem. Én erről nem is tudtam. Tehát ő egy ilyen nagyon szuper penthouse-ban, egy ilyen legénylakásban lakott, tehát nem is házban, nem a házában lakott, hanem egy penthouse mutatott meg nekem igazából, tehát én először oda költöztem hozzá, fogalmam nem volt. Nem tudom, már együtt voltunk szerintem több hete. Az anyukája szervezett valami családi banzájt a kertben. Mondtam neki, hogy hát jó, végig is elmehetek, de hát én már nagyon tartottam ettől a dologtól, én is féltem nyilván attól, hogy majd de lesznek fejkendőzve, vagy konzervatívak lesznek, stb. És nagy meglepetésemre, nagyon érdekes volt az első találkozás így a szüleivel, mert az apukája az első reakció, így kb. Félre mondt magához, és külön leültünk beszélgetni. Tehát ő nagyon megszeretett, és de kibeszéltük konkrétan a férjem, tehát ez nagyon durva volt. Na mondom, ez jó lesz, ez egy jó após jelölt. Az anyukáját felköszöntöttük, és igazából úgy voltam vele, hogy ez egy jó család, ez nagyon modern, nagyon nyitott, nagyon kedves, tehát tényleg úgy fogadtak, mintha családtag lennék, szóval. Miután már bemutattak téged a családban, ott tényleg az van, hogy tisztelnek. Tehát, hogyha eljut egy pasi odáig, hogy felvállalja a nőt, hogy bemutatja a családnak, akkor megjár neki a tisztelet, szóval. De akkor onnantól kezdve gyakorlatilag kapcsolatban éltek. Uh-huh.